Azt hiszem, van fontossági sorrend, hogy a teremtett idővel majd elmegy. Több száz éve nem mondasz semmit, nem értem. Azt hiszem, önmagadért, és nem értem. Fáj a fejem, a gyomrom, mindig azt hiszem, hogy vége, és nem elégít ki a hitem, a tény. Nincs még itt a sorsom magával rendeni, hogy visszahozzon a józan. Nem, mintha már nem hinnék ebben. Hány év a világ? 8. Rajtad múlik. Rajtad. Az is, hogy majd rajtam milyen sebet segítesz egyáltalán. Na jó, nem panaszkodom. Abba hagytam. Nem jönnek, mindig ez van. Mi mindig itt vagyunk időre. Pedig csomó dolgom benne. Majd jönnek. Nekem azt mondtál, pedig keresünk van a megszöveget. Nektek van. Nekem van, de nekem elsőből van lesz. Én sem. Azt mondták, kortárs istenes irodalom. Megnéztem. Megnéztem rendesen, de annyira összedik a verseket. Se jön, se sem. Nem is az, hanem az egyik ilyen könyörgős, a másik kiabálós, meg illetlen. Mi? Illetlen. Nem odaillő. Béna. Olyan szavakos van még. Olyat én is találtam, hogy el nem tudom képzelni, hogy lesz ez a műsor, vagy is olyan. Álló, jó, nincs itt senki. Itt volnánk, ha nem látnánk. De miért később? Tudod, megint meg kell látni a kamerát. Kezdjük meg, hogy nem értem. Mit? Egy irodalmazás, tudod, hogy sokszor voltam én. Te is benne vagy. Ja? Ugye? Most más lesz. Istenes irodalom. Például Istenes verse? Nem nézted meg? Néztem, de nem tudom. Egyet találtam meg, és valamennyire istenes. Kántor Péter írt a címe, kis éjjében. Uram, elfáradtam. Nyugtat a jobb lábam, Mityke. Aggódom magamért. Nem értem. Egyet én is találtam. Várom az atyám, jöjjön le, adjon a kezembe kérdőt. Jöjjön az és a rendetlen lénye, és hozzon nekem egy széket, és jöjjön le. Ez olyan szép hallgassató vele, kis kiadás léte. Fájdalmak férfia, roppant nászál. Te képzel? Nem, ezt hallgassátok. Laszki János, bakrát. Bennem mennyi ócska vágy van, s mennyi vád van ellenem. Mindet le kellene rágnom, el kellene helytenem. Mégis bennem úgy csörögnek, mint babzsákban a babok. Üzengetik már örögnek, miféle sárból vagyok. De nem is úgy röhögnek. Szia! Nem röhögnek. Csörögnek, mint a babzsákban. Bab? Zsák. Babzsák. Vagy babzsák. Na mindegy. Neked van kedvenc? Ja. Számokat, hogy elszámoltad, elbújtál, most már megyek,
Ha mögötted állnék, beljelsz meg. Az ujjaid közt, amit nem lestél, eltűntem véget előled, jöhetsz. Valaki mondta, ne nézz hátra, tégy kérlek úgy, hogy elfelejtesz. A játékelő dobozba gyűjtöd, a bínyetele nem jön semmit, és a spájcban valahol eldugod, a padlásra viszed, és ott felejted. Zöld üvegek, kicsordult porcelánok, tölt szárnyú angyalok közt, ahol egérjel és gyerekek jutatnak néha kincselákba, és kincs nekik a sok kacat. De Csinya bácsi volt, gonosz, így szól az egyik, az óra ronda, és olyan, mint egy csúnya holló, a szája penge, a szeme tüske, nem mond semmit, én Istenem. Mondd nekem, hogy sohasem, a szemeidet mindet élek, csak álmodtam, de kulcsálom. Hányat kell aludni még, míg elhalad, az ablakon benéz egy férfi arc, egy gyerekkéz becsengetett, és elszaladt. Az üvegen párakod maradt, egy unyom, töröld le addig. Hányat kell aludni, mondd. Sűrít mindenhol, nincsen kedvő,
minden, amit van, átadod. Kevés. Kilépnél. Hová? Hiszen te vagy. Hát akkor elmondom, és megírom. Ez itt az asztal. Kis égi van. Kapcsolódni dolgozott. Uram, elfáll. Nyugtat a jobb lábam vizsgálatában. A bal lábam nincs mégis. És sajnálom, mert mindig arra támaszkodok, amikor az ágyid olvasom. És hát a gyomrom, uram. Gyomrom képtelen megemészteni ezt a mai posztot. És sorolhatnám még ilyen. De nem akartak fárasztani. Nem akartak untatni. Tudod te, hogy van ez? Ismersz régen, hogy ismerlek én is téged. Ugyan mivel is repetnélek meg? Vagy ha mégis? Nem mondd, hogy ez lehetett, de uram, én sem mondok ilyet. Mivel egészen ritka esetekben, amikor muszáj. De ez most nem az a pillanat. Olyan szépen sütöm. Majd egyszer máskor, ugye? Ezen az álvelésen, ahol mindenki mindenre ráígér, én soha nem vélemizik meg. Csak boldog uram. Jelezd a szemedben, és már megyek is. Fájdalmak férfia, roppant nátszál. Te kétszer közén született, romlandóba öltözött romolhatatlan, árnyékba öltözött naptánad. Üres kézzel jöttél, égvándora, egyetlen idegen. Olyannyira közel hajoltál hozzánk, hogy istenséget elrejtett szikrái, földültsek bennünk a vágyat, valódi otthonunk iránt. Előbb a szeretet formált emberek között teljes emberré. Reménység gyümölcse, meddők ajándéka, időbe öltözött változhatatlan. Mesztelen a mesztelenek között, semmivel nem bíró a hajléktalanok között, beszédre képtelen a zavart beszédűek között, foglyok fogja a szabadításra várok között. Azután a megbocsátás szólított vissza. Halandó Isten a halhatatlanba. Feltépted a foglyok ismeretlen kapuit, és alászálltál az ember szív legmélyére, aminél nincs sötétebbség öröm. Bizony leereszkedtél létünk szakadékaiba. Bejártad tudatunk valamennyi szúrdokát, amiről nekünk nem is lehet tudásunk. Belélegezted a halál jeges lehelletét, és látva láttad a szörnyű ürességet,
ahonnan félelmeim sötét fények törnek elő. Lehúltál erőtlen nap, a hiába valóba. Hitelt karokkal zuhantál alá az emberi tehetetlenség élettelen tengerébe. Hogy kitárt karokkal támadják fel a harmadik napon, könyörületet hozva az irgalmatlanoknak, közénk jöttél újra, és kitártad előttünk az égkapuit. Békesség nektek, mondod, és hangodat visszhangozza a föld és az ég. Gyertek atyámnak áldottai, mondod hontalan Isten, és asztal terítesz nekünk, gyilkosaidnak, visszafogadva a téged végleg kitaszítókat. Ez az én testem, mondod, és megtöröd a kenyeret. Ez az én vérem, mondod, és kiöntöd a bort. És nagy fényesség borul a vacsorázó asztalra. Megvendégelt bennünket, nem tartva vissza magadból semmit. Uram, te, hogy az éjszaka ne legyen sötét, nagyon félek. Uram, tedd vélem, hogy fal ne legyen minden, hogy mindenki láthat. Uram, tedd, hogy a betegség ne legyen ember, ne kelljen szóba állni vele. Uram, tedd, hogy a baj ne legyen állat, ne tudjon velem valami a húsomba. Uram, tedd, hogy a baj ne legyen állat. Uram, tehát, hogy az emberek bűnösek maradják. Másképp nem tudnék eszembe belézni. Uram, te, hogy a megbocsátás olyan legyen, mint a levegő. Hadd lélegezze be bárki, aki keserül a felsóban. Aztán a legkisebb fogas kerékre váltott.
most egy elég kemény emelkedő jön. Szinte legyőrhetetlen a templomig. Nem dolgoz? Ilyen kicsit ilyen marslaposságnak tűnik, hogy valaki költő, meg kicsit
szemétségnek is, tehát hogy még mások rendesen ássák az árkot, meg nem. De van egy kollégám, Imre András, nagyszerű költő, kiment, kapott Kanadába egy ösztöndíjat, és mindjárt bontás is lesz, kapott egy ösztöndíjat, és az ottani egyetemen egy Robert Frost nevezető amerikai költő, egy zseniális költőnek a verseit tanulmányozta, csinált egy kötetet is belőle, fordított tőle minden, és reggelente mindig ilyen, már ilyen fél nyolc tájban így arra ébredt, hogy alulról az alsó lakásból ilyen, van, ilyen artikulálatlan hangok hallatszani. Hát elég kellemetlen volt erre ébredni, meg nem is akart, hogy minden reggel fölkelni fél nyolckor, nem tudom, hogy ki mikor akar kelni, ő nem akar. És aztán egyszer összeakadt a hanggazdájával a lépcső fordulóban, bemutatkoztak, és kiderült, hogy csábot úgy hívják, hogy Lars! És tehát, hogy neki ilyen hangja van, tehát másnap másmilyen neki, így, mint amilyen Charlie is valószínűleg így ébred. A jövőt valós kíván! És egyszer ő is ebben szenvedett, vagy nem biztos, hogy szenvedett tőle, és kiderült, hogy Lars éppen munkát keres, és ilyen tőről metszett módon keres munkát, hogy fölhívja az adott telefonszámot, és így beleszólult. Lars! Úgyhogy ezek után nyilván mindenki szerződtetni akarta, aki vagy a Loch Ness-i szörnyet, vagy Quasimodót kívánta alkalmazni, nem tudom, milyen portásnak, vagy a hasonló kivált biztikójnak. De neki nem ez volt a szakmány, így el is kezdte mesélni nagy bőlére eresztve Andrásnak, hogy hát ő ilyen garázskapukat, és ilyen billenős garázskapukat, meg eltolhatós garázs, meg pittyentős garázskapukat, meg kettőfelé táruló garázskapukat, ilyeneket csinál, és félt az András, hogy elkövetkezik az a pillanat, amikor ennek a bemutatkozásnak kölcsönösnek kell lennie, és el is következett, és te mit csinálsz? Kérdezte Lars, és mondta, hogy hát én így itt vagyok az egyetemen, és akkor, na de tanulsz? Nem tanulom. Akkor tanítasz? Nem tanítok. És de akkor mit csinálsz az egyetemen? Hát, hogy kutatok. Kutatsz? De mit kutatsz? És akkor látta, hogy már nincs menekvés, és mondta, hogy egy szuszra elmondta, hogy egy Robert Frost nevezető amerikai költő verseit kutatom az egyetemen. Mire Larsnak ez volt a reakció, hogy oh fuck. Ezt most így nem fordítanám, mert azt hiszem, hogy szerintem tegye fel a kezétekre. Szóval, hogy van egy ilyen őszinte reakció a dolgozó magyar, vagy nem magyar, mint látjuk, kanadai társadalom. Szóval, hogy ezek a szemét élősködő paraziták itt. De ki nem tud írni? Hát mindenki tud írni, hagyjanak már még. És olyat ír, ráadásul, hogy nézzük, így nézem, akkor az is ugyanannyira értelmetlen, mint így. Szóval ugye ennyiben kicsit cikiszakma, aztán egyébként nem mindenhol van ez így, például az amerikaiak az egy ilyen jó hiszemű népség, és jöttek ilyen, egyik barátunk ilyen iPhone-os katonabók, lőnek. iPhone-os katona volt még a régi ex-Jugoszláviában, Szerbia, amikor meg Szerbia, Horvátország, stb. Még nem esett szét, ott nagy konfliktus volt. És akkor eljöttek, amikor hazafelé jöttek, eljöttek hozzánk vendégségbe két ilyen amcsi iPhone-os katonával együtt, és kérdezték, hogy mivel foglalkozunk. És akkor mondta ennek a kedves barátunknak a felesége, hogy he's a poet, és mondta, hogy jó, hagyd, hogy ne, léci, ne, éges, jó. És akkor kérdeztem, hogy miért most akkor ez igaz, vagy nem igaz, vagy tehát, hogy ő nem látott benne semmit. Itt ilyen vér jó indulatú amerikai volt, aki szerint ez egy szakma. Amit egyébként ezt tanítják egyetemen is bizonyos országokban, úgyhogy na mindegy, szóval nem akarom bőlére ereszteni, de van ebben valami sajátos. Ráadásul az összes, ezt már elmondtam suliban is, hogy az összes költő, a jó költő az a haló költő. Ez egy rendes költő. Nem, szépen meghalta, hogy kell. Mert hát a jó indián, a halott indián, és a kosztolány egyszer kiment a strandra, és találkozott egy kisfiúval. Kisfiú mondta neki, hogy bácsi, te mivel foglalkozom? Hát verseket írok. Aha, és mikor születtél? Megmondta. Aha, és mikor haltál meg? Normális költőz, kettő darab évszám tartozik.
vannak ezek a temetői sírkövek, biztos láttatok már olyat, hogy Szabó József élt ettől eddig, Szabó József élt ettől, háá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 á kivésik azért az, mint biztonság kedvéért. Azok szívták meg nagyon, akik az 1900-at is kivésték, és aztán túlélte a 2000-es évfordulót Marika néni, lehet az egészet újra vésett, amely az öreg a szarkányában. Tehát, hogy valahogy így vannak a költők is, hogy így ugye 26 évesen nem estek el Segesvárnál, 32 évesen nem estek a sínek alá, mint József Attila, akkor már lehet várni a nyugdíjat. Ez egy ilyen furcsa dolog, és még egy különlegesség, hogy van az érettségi tételek közt, van egy 11. vagy 15. már nem tudom, ami kortárs irodalom, és lehet választani kortárs szerzőt, és voltam már, vagy 20-valahányszor voltam ilyen kortárs irodalmi érettségi tétel, és abban is van egy ilyen kis egészséges dolog, amikor bemegy az ember 12-esek közé, és azt mondja, hogy csáóka, én vagyok az érettségi tétel, leadnám. Tehát, szóval el is megy egy kis finom hullaszag, és általában így a kollégák akkor is itt vannak a falon, és néznek, hogy mi van, öcsi, ugrász, hogy jössz már. Szóval ez egy ilyen halott szakma, de én azért nagyon szeretem, meg én is szeretek, úgyhogy remélem még egy darabig tudjuk. Bízunk benne. Annál sikernek, ahogy már mondtam, a bemutató adataim között is, te nagyon sokat jössz, néz, találkozol az olvasókkal, a legkisebb gyerekektől a felnőttekig. Most egyébként éppen egy pedagógusnak ünnepségem volt a János ajándék. És ja, hát azért nem így egyébként tálom bikinben volt. De ezekben a találkozókban, de amellett, hogy az olvasóinkban szívesen találkozol, és viszont közelek az irodalmat, nem csak a kérdés, hogy általában milyen benne neked a jó? Miért van az, hogy nem ismerünk olyan szerzőt, elég sok szerzőnek fordult már az elmúlt két évben, ismerünk olyanokat, akik nagyon ritkán és nagyon rendszertelenül találkoznak az olvasókkal, viszont róla közülről is szívesen néz, rengeteg ilyen fordulat, mert szerzőt nyilván nézte a kérdőzőt. Miért, illetve hát bele is kezdtek közben egy kis szemelőt. Mi is tervezett? Hát én azért tartom ezt fontosnak, mert én ugye egy író gyerek vagyok, édesapám, édesanyám író, költő, műfordító, Mezei Katalinnak és Olá Jánosnak hívják őket. Én ezt a Laci nevet ezt úgy vettem fel, amikor írni kezdtem, és aztán ugye rajtam ragadt, meg hivatalosan is felvettem. És én velük, tehát elég sokszor, ugye, amikor mentek ilyen író-olvasó találkozóra, akkor vittek magukkal, mert hova tettek volna minket, hárman voltunk gyerekek, és akkor mindig láttam ezt a bennem van így zsigerileg ez a hangulat, hogy milyen az irodalmi élet. Szeretettel köszöntjük a fővárosból érkezett író elvtársakat, közönség elvtársak. Ne vigyünk túlzásba emberek, mert az... Tehát, hogy volt az egésznek egy olyan hullaszaga, ami hogy mondjam, egyrészt ugye az elején, amikor elindultam, akkor én is komolyan képzeltem tőle magamat, és aztán rájöttem, hogy ez tarthatatlan. Tehát, hogy az irodalom az nem ott kezdődik, ahol okos emberek ilyen poros papírra leírnak mindenfélét, hanem ott kezdődött, amikor az első sámán elkezdte az első varázsoló éneket. És akkor kiosztotta a szólamokat, hogy ti mondjátok, hogy és akkor én akkor tehát, hogy ez valami közösségi történet volt, embertől emberi kapuszú. Valami hitte, hogy akkor majd valami történik, ha elmondok valamit. Aztán, amikor az első, ugye próza sem ott kezdődött, amikor valaki megírta az első regényt, hanem itt lekönyökölt valaki 1000 éve vagy 10000 éve egy kocsmapultra, és azt mondta, hogy gyerekek, van egy olyan sztori, hogy dobtok egy hátast. És szóval, hogy a sztoriból valami közös varázslásban egyszer voltunk, kaptam egy ösztöndíjat Franciaországban, és akkor gyerekekkel együtt végig utaztuk Franciaországot, és egyik reggel éppen az Alpokra néző gyönyörű kis egy lakásban voltunk, és az egyik reggel a tanulja voltam a költészet megszületésének teljesen alapszinten, szomszéd szobában eljön valamilyen ütemes, nem tudom én milyen törzsi varázsló éneket, vagy nem tudom, mit hallottam, és hogy közelebb húztam, mint Winnetou, és láttam, hogy a gyerekeim, ugye akkor volt Ágnes olyan másfél, most már nem, talán már inkább kicsit több, igen, másfél-két éves, már úgy beszélgetett, ezt-azt mondott, és az volt a lényege ennek a varázsló éneknek, hogy egy ütemes, találtak egy szót, ami ilyen kellően vicces, és ilyen ütemesen jól hangzik,
azt mondták itt kórusban, hogy lókakkal, 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 lókakkal. Hát ez milyen jó, nem? És akkor a Ágnes mindig rámutatott valakire a nagyobb tesói közül, és annak kellett valamilyen vicces változó részt, ez olyan, mint a, mit tudom én, zsoltározás, hát ő van egy ilyen zsoltárválasz, és akkor a változó részek, és akkor azt mondta, hogy jaj, de büdös a lókakkal, 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 úton van a lókakkal, ne légy bele, lókakkal, lókakkal. Tehát, hogy ennek nem volt semmiféle haszna az ő életükre vonatkozóan, vagy olyan haszna, amit gondolok, hogy több fagyit kapnak tőle, vagy bármi. Hanem csak úgy mondták és csinálták, és valahol én azt hiszem, hogy itt indul az irodalom, és én ezért hiszek abban, hogy ez a fajta, van ez a fajta magyar, nem csak magyar, de mi ebben nagyon jó vagyunk, ilyen magyar tradíció, hogy hogy néz ki a költő. Fáj az életem. Ja. Tehát, hogy szerintem én azt nem tartom, hogy mondjam, nem akarok senkit csukolni, mert sok mindenkinek van, de mindenkinek más a lelki alkata. Aki nem szeret, otthon ül a szobában, otthon ül a szobában. De hogy ez biztos, hogy nem a költészetnek a fő tradíciója, hogy a középkorban például a költők nem tudtak írni. Walter von der Vogelweide, de benne van a tankönyvben a verse, hogy a ásfágak csöndes árnyán, ahol kettőnek ágya volt, elég pikáns vers egyébként, erre nem szoktak kitérni irodalom tanítás között, már akkor alszanak a ásfágak alatt, nagyon elfáradtak. Nem elfáradtak, mondom az anyám! Tehát, hogy mi történt a ásfágak, mindez. És hát, hogy Walter von der Vogelweide nem tudott írni. Mert ő ilyen rock'n'roll sztár, az ásfágak csöndes árnyán, baby, yeah. És akkor a közönség, meg hát a lányok megdöglöttek, érted? És akinek meg volt kedve, az meg úgy leírt a papírra, ezért maradt fenn. Mert hogy ezek milyen jó lóták, kár lenne, ha elvesznének, és szóval hogy ez az irodalom, ez egy, vagy Petőfi Sándor, hogy nézett ki Petőfi Sándor? Szóval a szobornak már nincs van. Na de ott nézett ki valójában Petőfi Sándor, ugye amikor megérkezett Pestre, egy talicskában végig, meg nagy rámás csizmában végig tolatta magát a Váci utcán. Ez körülbelül olyan volt, mintha én egy kézigránáttal berobbannék egy valóságsóban plafonon keresztül, mert akkor, ami Magyarországon történt, az a Váci utcában történt Budapesten. Tehát, hogy egy elképesztő önpropaganda gép volt, de hát egyáltalán nem az őket hitvasan ő, az ölembegye, persze nyilván amikor a kedvesével volt, akkor másra nem volt szüksége, de ez egy másik. Szóval, hogy szóval ez egy sokkal, azt akartam csak ebben érzékeltetni, hogy ez egy nagyon másfajta szerep, mint ahová eljutottunk, hogy azt gondoljuk, hogy ül és álljuk, várja az ikletet, és aztán habzik a száj, mint a biopot telett volna, és így elül a feje, és ilyen epilepsziás gölcs vagyunk. Teleihel lett a papír, és akkor abból lesz a memoriter, mert nyújj hozzá, ha betűt elrontod, akkor egyes, így boruljunk le előtte, és ilyen varázsszavakat ismételgetünk, hogy érzelmi ambivalencia. Reneszáns stílus eszmény. Szóval bukolikus költészet. Szóval röviden is többet. És amennyiben változó vagy utvázni, de szokatunk el, mégis könnyen lesz úgy, hogy a leeső, amit mondani kell, meg a szöveg az, ami hangzik, akár szóval is mind vagy, akkor tényleg vágjunk bele egy szituációban. Ez a felkonfon végén. Jó, öröm. Mondom, mindenfélék vannak. Ugye itt járt Vörös Pista, és akkor nyilván az Apám Kakasa című közös könyvünkből olvasott már. Hát ugye ennek az a lényeg, Apám Kakasáról kinek mi jut eszébe, nyilván. Tegyünk egy anyám tyúkja, igen, nyilvánvalóan. Tehát ugye a Petőfi féle anyám tyúkja is szerepel ebben, meg sok más nagyon szép olyan klasszikus gyerekvers, amiket mi is nagyon szeretünk, és viszont megírtunk hozzájuk ilyen mai változatokat, amikből igen, ez egy új kiadás, és sose találok meg benne semmit. Amiből hát az eredeti versekre is van utalás bennünk, de hát a mai környezetben játszódnak. Nem tudom, hogy az anyám tyúkja, ha már itt tartunk, hogy emlékeztek-e, hogy miről szól. Anya, meg tyúk, meg mi van benne? Anya, tyúk, kő, morzsa, kutya.
Podlás, az, ez egy olyan is van, de az a mama belki. De mégis a... Jó, kötő, na, nem kell mondani bele. Ja. De hogy miről szól? Tehát el kell mondani, mondd el egy mondatba, hogy miről szól az anyám trükkje címe, vers, melyik kerek innen mondom, kinek nincs lezárva a jegye. Na. Szóval, hát miről szól egy mondatban? Emlékeztek? Tyúk bejön a lakásba. Na most, szóval nagyon furcsa, én azon csodálkoztam, hogy amikor így komolyabban ránéztem, felnőtt fejjel erre a versre, hogy olyan furcsa, hogy ez a vers, ami az alaphelyzete nagyon bizarr, nagyon, hát nem tudom, furcsa. Nem? Megjövök haza, költőbácsi megjön, majd nevezzük Sándornak, költőbácsi megjön haza, a szülei, ezek akik vidéken élnek, fölteszi a tyúkot az asztalra, hello tyúki, ezer éve nem találkoztam, bácsi, hello, hogy vagy, nézzük, csá! És akkor tyúkkal beszél végig, ez normális? Nem tudom, hazamentek, figyelj, anyu, ne zavarjál, Hörivel megbeszéljük Obama külpolitikát, szép van, Hörri! Szóval ilyen, ez miért? Nem? Hát ez így nem normális, azt ki lehet mondani, ez nem Margit normális, tehát ez nem normális. De ha nem normális, akkor az nem véletlenül van, mert Petőfi nem volt hülye. Valamit valamiért csinál. Miért beszél valaki ilyen hosszan egy tyúkkal? Szerintem ez azért van, mert ez a vers pont, hogy nem arról szól, ami benne van, hanem amit hát annak alapján, ami benne van, ki lehet találni, hogy egy kicsit kombinálgatunk. Csak ugye a vers valahol ott kezdődik, ahol véget ér ez a vers, egész konkrétan. Mondjuk a ti szüleitek most körülbelül hány évesek? 14, azt kimondta. Az kárcsú. Gyorsan ment. Hovább ment? Te semmi közön hozzá be. Legszebb férfi kori. Na, te körülbelül. 40 valahány. 50 valahány. 30 valahány. Szóval szép nagy erős emberek jönnek, mennek. Tesco-ba mennek, ezt csinálnak, azt csinálnak. Megmondtam a főnöknek, a Bélának, hogy nekem van igazam Béla, ő vagy nekem van igazam. Ők építik a világunkat, ők csinálják. Szóval szép nagy erős emberek. És 30-40-50 év múlva milyenek lesznek a szüleitek? Öregek. Fiatalok. Fiatalok? Ó, de kis tapintatos. Jártam Bükszent kereszten, Miskolc környékén, megkérdeztem a kisiskolásokat, hogy milyenek lesznek a szüleik, 30-40-50 év múlva. Az egyik azt mondta, hát olyan kis aszalcillák. Igen. Hát tényleg ez történik, hogy egy idő után összehaszalcillásodnak a szüleink. Nekem sajnos az én apukám, aki egy nagy erős ember volt, cselgáncsedző, válogatott cselgáncsozó, stb. És mellette költő és kiadóvezető és stb. És ő mostanra haszalcillásodott össze. Sajnos nagyon teljesen szinte rá se ismer az ember, ha ismerte. És a nagymamám volt, akit én még nagyon szerettem kamaszkoromban, és nagyon sokat járkáltam vele, meg segítettem neki. És ő volt az, aki 96 évesen halt meg, és 92 évesen még teljesen jó erőben volt. Akkor kezdődtek a problémák, Alzheimer nevű német fiatalember bekopogtatott hozzá, és ő beengedte. Tudjátok, mi az Alzheimer kór, amikor mindent kezd elfelejteni, meg összekeverni. És akkor megérkeztem, és ilyen hatalmas füst van a lakásban, Nagyika süt, főz, mi lehet ez, ilyen fekete büdös füst, és a mondja, csak sütöm ezt a kis mosogató szivacsot, mindjárt megfordítom. Mondom, nagyon hoztam kaját, nyugi. Leültünk az asztalhoz, így kiette a vázából a virágot. Kicsit száraz ez a zöldség, de nem rossz. Szóval határozottan szegény elkezdett aszalcillásodni, nagyon szívszorító volt. De hát ugye az ember ilyenkor mit tud csinálni? Az ember egy idő után saját szüleinek a szüleje lesz. Ez kikerülhetetlen. Hát ha csak nem veszti a fiatal, ami megint egy jogás tragédia. És ugye Petőfivel is ez történt, mert neki az édesapja, azt nem tudom, tudja valaki, hogy mi volt a szakmája. Petőfi papám, Petrovics, Mr. Petrovics. Mészáros, igen. Na, mi a Mészáros? Mert valaki azt mondja, hogy embereket öl? Volt olyan, képzeljétek-e valakit? Valahol jártam és mondtam, hogy az, aki embereket mészárol, mondom, te a texasi látszűrészessel keveredett. Nem kéne annyit nézni ebbe a korba.
Nem, hát a mészáros ugye a hentestől abban különbözik, hogy míg a hentes az állatokat csak darabolja, addig a mészáros az levágja az állatokat. És mondjuk egy tyúkot szívlapáttal agyon csapni, az mondjuk nem egy nagy ügy. De mondjuk már egy marhát leölni, feldarabolni azért az kell hozzá. Egy szép, nagy darab erős ember volt, és aztán utána tönkre ment a vállalkozása, megöregedett, és akkor írt is Petőfi ilyen verset, hogy borozgatánk apámmal ivott a jó öreg, a kedveméhez egyszer az Isten áldja meg. Tehát, hogy egy ilyen kis öreg ember lett az ő nagy erős, nagy hangú apjából, aki jó elküldte a csodába a fiát, mert miért ment színésznek. És akkor Petőfi lejön Pestről, ahol színészként dolgozik, és azt látja, hogy ott van egy asszalcíva apuka, asszalcíva anyuka. És mit lehet csinálni? Mert neki vissza kell menni Pestre. Ti is, hogyha mondjuk most hazamennétek, és azt mondanátok a szüleiteknek, hogy figyeljék, édesem, ettél meleg ételt, apa? Bevetted a gyógyszeredet? Felöltöztél rendesen, meg fogsz fázni. Ne menj ki az utcára, előtt az autó. Mit szólna az öreg? Édes, ülj le a leckét, de olyat, hogy el kell makadni az asztalnak, hogy nem, mert hát azért most már így legyen. Viszont hát ez lesz a valóság, az ember elkezdi félteni, elkezd aggódni a szüleiért, és nem tudott maradni mellettük 24 órában ápolási szolgálatot teljesíteni. Jövök, megyek, és hát mit csinálok? Tehát ez az, ami nem normális helyzet. Ez a szeretetnek és az aggódásnak ez a túlcsordulás. Felteszem a tyúkot az asztalra, tyuki vigyáz mindenkire, kutya vigyáz tyúkra, csámenten Sanya voltak. Én azt hiszem, hogy valamennyire erről a fajta aggódalom, hogy szeretetről szól a vers. Na most anyám tyúkja címében kettő darab nőnemű személy anyám és tyúk szerepel. Apám Kakasa című változatot megírtam, annak a címében kettő darab hímnemű teremtmény szerepel apám és kakas. Mi van ott, ahol két pasi van általában? Balhényen, igen. Képzeljétek el, Ózd mellett jártam, megkérdeztem kisgyerekeket, és egy ilyen nagy tudású 9 éves kiscsaj mondta, hogy mi van ott, ahol két pasi van? Hát káosz és pánika. Ő nem könyvből olvasta szerintem az életbölcsességet. No, hát szóval van itt rivalizálás, ugye apám kakasa. Ennyi az ősz kakas szaki, csak nem a szobában lakik. Megzakontán az öregem is beengedi ide nekem. Ide repül, oda kotor, teleömmel minden bokor, bár nincs is bokor a házban, s a kakas se kell magázzon. Kukorékoz, mint az ágyú, az agyunk is belelágyul, mint a póstás a levelet padlón telepecsételet. Becsüld meg magad öregemet, hát úszni nem tudsz te sem, s ha levesben kötsz ki végül, taralod is belekékül. Macska téged arra intlek, ne lépj túl bizonyos szintet, kakasnak erős a csőre, vaddos vele nyakra főre, láttam már félszemű kandult, biztosítlak jól elrandult, s ha a harcban nem nyugodsz ki, hát apám fogadjon csak. Időszakban megvan József Attilának a Betlehemi Pásztorok című verse, Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk. Három király mi vagyunk. Na, hát a három király, ugye, akik három bölcs voltak, ugye nagyon sok minden szól róluk, egész betlehemes játékok, pedig a Bibliában talán két mondat van róluk. Én írtam egy egész könyvet, hogy népbűvel léve ereztem ezt a történetet, Karácsonyi Vándorok a címe, de most nyilván nem azt olvasom fel, hanem ebben a könyvben szerepel egy Három Pásztorok című vers, és elképzeltem, hogy hogy néz neki ma ez a betlehemi történet. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három pásztor mi vagyunk. Három lángost már megettünk, három árnyék jön megettünk. Az a három jól elhízott, szívünk az Istenbe bízott. Felköszöntünk telibe, az én nevem Benyige. Géza bátyánk, jó napot, jó napot! Pittyés esténk támadott. Ki mondaná, hogy hiába lett fiadnak kicsi lába? Ebben a manó tenyérben egész világ elfér éppen. Gumicsizmám, de sáros, az én nevem Kalános. Hogy Isten, Géza bátyó, jó bátyó, jöttünk kertek aljáró, céklaorrunk mindenfagyott, ercsünk is a jégen nagyot, de hoztunk is ikrás mézet, orosz tévét néha nézzet. Én volnék a Micska bátyó, minden gyerek is megváltó. Ámul adjuk az írma, ez a három jó firma. Gézus nem szól, ez is rával, csak kínálgat pálinkával.
A három fejét vakarja, a tüzes vizet nyakarja, Irmuska meg félrefordul, amíg szoptak, könnyen csordul. Nagyjából az a korosztály, aki itt ül a teremben, van egy olyan könyv, aminek az a címe, hogy kapjátok el tüdőgyuszit. És hát ugye a tüdőgyuszi az a tüdőgyulladás népszerű neve, de elképzeltem, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan kisrác, aki 12-13 éves, és tüdőgyulának nevezték el a szüleim, mert hát sokféle kócsa elnevezés létezik, van, akit Kaszablankának neveznek el, van, akit Budiba Piroskának, meg hasonló. Tehát mindenféle van. Van egy olyan doktor nem oda Buda nevezetű ügyvéd. Hát a legdurvább az mondjuk, hát szándékolatlan, de Pécsett van egy urológus, akit úgy hívnak, iráni urológus, akit úgy hívnak, hogy doktor Fariborz. Na mindegy, szóval ez már tényleg szegény, hát nem tudta hova kell jönnie, vagy éppen tudta, nem tudom. Na és ez a tüdőgyuszi, ez egy ilyen zsivány, átlagos gyerek, akinek hát mindenféle, van egy családja, vannak meg, nagyon ugye szereti ezeket a mindenféle ilyen kis horror sztorikat, amikkel ijeszgeti magát, meg ijeszgetik egymást a gyerekek. Ugye van ez a, jaj, angyalom, baleset történt a sarkon, én komolyan mondom, nem is bírom a vért, te jó ég, hát nézd oda, kifolyt a szemem, atya, hát komolyan mondom, elmondom a Irmuskának, nem hiszem el, nem tudom, ért, mindjárt elájulok, te jó ég. Van ez a fajta, hogy amit nem bírunk, azt nagyon-nagyon akarjuk nézni, és már jaj, úgy ki vagyok a horrorfilmektől, hogy tegnap is 6 óra hosszat néztem, hát komolyan mondom, hogy ezt nem bírom, hát tényleg így szállnak, meg jobbra, meg balra, szóval ilyenek emberből vagyunk. Hát először a saját nagypapámnak állítottam egy kicsit emléket, aki ilyen nagy ezermester volt, és ő belőle gyúrtam össze Tüdő Gyuszinak a nagypapáját. Az a címe a versnek, hogy Easy Rider. Nagyapám udvarán körben letámasztva a motorok, Riga meg MC-t, meg Pannonia, nagyapám állandóan szereli őket, azt mondja, hey, jó kis gépek, ezek benne, és néha meg is rajtuk egy kört, a kipufogója olyankor nagyon füstöl, de aztán lerobbannak, és szerencsére kezdheti újra a szerelést. Nagyanyám legint, hogy addig is el van az öreg. Papa, jöjjél enni! Ordítja nagymama, mert nagyapám kalapában süket, vagy kalapán és süket. Múltkor nagyapám eljött a mi jávánkért, amit már nagyon régen nem használunk. Ott állt a pincében. Hááá, jó kis kép, ez figyelj! Fel is pattant rá, hogy így viszi haza, mi meg kocsival mentünk utána, de utolérni sose sikerült. Mert nem fogott a fékje. És nagyapám SMS-es dudat ülkölése, rémülten átvágtatott minden pirosan, és minden kereszteződésen, de az egyik pirosnál egy profi motoros állt az autók mellett a Kawasakiával, nagyapám pedig megjelent mögötte és ráordított, hogy takarodszok a garistálóját, vagy valami ilyesmi, és a Kawasaki is belenézett a visszapillantóba. Meglát a csontsovány nagyapámat, amint az öklével hadonászik, üvölt és őszhaja lobog a menetszélben, és akkora gázt adott, és úgy áthagyott a piroson, hogy hirtelen egészen kicsire zsugorodott, és talán az volt a sárga. Hogy van-e a világban igazság, vagy egy iskolában akár. Vegyes. Hát nehéz az igazság, nehéz dolog, mert ugye szabad-e például a halállal játszani? Szabad? Itt mondanak a felnők, a halállal nem szabad játszani. Nyáltan a halállal, én is fiam, nem játszik. De hogyha meg kinyitom a tévét este, akkor a George Clooney ott játszik a halállal. És milyen rohadt
sok pénzt kap érte. Nem? Csak a felnőttek szabad, a gyereknek nem szabad, hogy van ez. Na, az Igazság című vers az valami ilyesmiről szól. Ma azt játszottam, hogy akire ránézek, meghal. A kövér néni elejti a szatyrát, kidurran a tej és folyni kezd. A kislány elengedi a lufit és az elrepül. Az autós a kormányra bukik, a kocsi meg az oszlopnak csapulik. A melós belezuhan a kiásott vezeték árkába. Egész jól haladtam, tiszta mészárt széklött a város. Én voltam a halál angyala, bár nem volt szárnyam. Szórakozásból szilánkokra pufogtattam az ablakok üvegét. Kipukkasztottam a parkolókocsik gumiját. Lukat lőttem a háztartási bolt festékes dobozaiba. Színesen spriccelt a sűrű lé. Egyenként durrantottam szét a zöldségesre a narancsokat. Dinnyéket. Almákat. Recsegő káposzta meget. Mikor odajött a zöldséges és dühösen kérdezte tőlem, hogy mit csinálok. Mutató ujjam pisztolycsövét rászegeztem, és azt mondtam, a bácsi meg fog halni. De menekülnöm kellett, táskámba zökögtek a füzetek, még most is tihegek. Így mondja az ember igazat. Aki akar elolvasni. Na, inkább legyen ez, ez már nem, igen, nem akarok itt packázni. És a játékra rá, igen, eztán lesz játék mindjárt, bocsánat, igen, mert megy az idő, nagyon jön. Amíg ki nem csengetek szünetre, addig nagyon nyugodtan fognak ülni. Amikor szünetre kicsengetek, akkor meg nagyon nyugtalanul fognak. Másodszor meg újra becsengetek a következőben, akkor megint nagyon nyugodtan fognak ülni. Aztán azt mondják, arról a véket, csak 10 percig szünetre vagyunk látni, hogy nem. Jó, de igen, nem akarom megvenni ezt. Oké. Ez mennyi idő múlva lesz, vagy most lesz? Még van idő. Na, hát szóval a Világ vége című verset mondanám ebből a könyvből, ami egy kicsit arról szól, hogy nem tudom, hogy találkoztatok-e már Istennel. Hm? Jó, hát tudom, hogy mi a kötelező válasz, de hogy úgy egyáltalán nem. Minden gyakorlat, most ezt mindenki gondolja el magának, hogy találkozott el ő már Istennel. Világ vége című versben benne van az, hogy Tüdő Nyuszi találkozott-e vajon már Istennel. Gerő mondta, hogy a múltkor egy utcában, ahol már a város véget ér és kezdődik az erdő, az aszfaltból meg földút lesz egyszeriben, és ahol már időnként rókákat meg pálcát látni, szóval ott van egy kő, és azon a kövön, de psz, el ne áruljam senkinek, múltkor látta ülni az Isten. Nem csinál semmit, csak ül. Hát gondolhatod, hogy rohadt fáradt le. Az idő kezdete óta babrálni ez az egész tetves világgal. Mindenkinek a vacak problémáival, meg karácsonyi vágyaival, meg szerelmeivel. Elég az osztályunkat hallgatni, már besokalol az ember. Én lehet, hogy én földhöz vágtam volna az egészet, csak úgy csörömpölne, gurulnának a darabjai száz felé. Aztán felállt az Isten, sóhajtott egyet és elballagott. És ennyi, de titok. Nem mertem megkérdezni a Gerőtől, hol volt az pontosan, hát ha az is titok. De egyszer elmentem a busszal a végállomásig, kimentem az utolsó utca végére, tényleg volt ott egy kő, szerintem pont ugyanaz, mert leültem rá, és tényleg úgy éreztem, hogy ez itt a világ legszéle, és hirtelen olyan valami fáradt lettem, mint az Isten. No, hát beszélgettünk tegnap Jóskával, igazgató úrral, és ahogy dumáltunk, eszembe jutott, hogy hát tulajdonképpen én meg tudom mutatni, hogy szokták kérdezni, és akkor hogy van az az ihlettel, meg akkor ülsz, és mint egy áram megcsapna, és akkor nem, hogy működik ez a történet, és ezt tulajdonképpen meg tudom mutatni, hogyha van közületek közreműködő. Négy darab, vagy először egy darab ember kellene egy író, aki szépen ír. Tehát úgy, hogy ő maga is el tudja olvasni, amit ír, meg esetleg még mások is. Nem tudom, hogy van-e ilyen ember az itt jelenlévők között. Ki ír szépen?
Én nem egyébként, úgyhogy nem magamhoz hasonlót keresek, tehát én rettentő rondán írom. Hát inkább ne látni, tehát hogy örülnék egy önként jelentkezik, hogy nem így önként jelentkezik, az összes szomszédja önként jelentkezik. Egy rámutatás, na, téged nagyon ajánlom, gyere, de van színpadi rutin is. Na, drága hölgy! Akkor jöjjön a Bea. Azt a Begáros ért, hogy zserga színművészek. Hát nem hiszem. Szeretném jelezni, hogy hétvége fog következni a hamarosan, mert hogyha sokáig itt leszünk, hogy... Hát így mégis, én ráérem. Na, tényleg, nem semmi ilyen nagyon-nagyon látványos. Maradhat a helyén is az író. Na, ez jó? Na. Nincs reflektorfény, nincs semmi. Meg se kell szólalni, írni kell. Négy darab papírra egy pár szót kell írni. Kérem, kérem, ez általában nem szokott ilyen gondolatokat, de azért van az általában, hogy nem úgy történjenek a dolgok, mint általában. Te szépen nézte, kinézem belőle simán, nem? Te? Akkor majd most szépen fogsz írni. Na ez a demokrácia. Nem baj? De van, de nem baj. Köszi. Na szóval! Ki lettél nevezve szegényként? Na, és a nagyobb bajok is lesznek az életben, ez még csak a kezdő. Szóval, a lényeg az van, Arany Jánosnak kettő darab sora, így hangzik, hogy a világ egy kopott szekér, haladna, de nem messze ér. Ennek a sornak az most át fogjuk szépen gyúrni, dolgozni ezt a két sort, és ebben azt szeretném csak jelezni, vagy azt szeretném megmutatni, modellezni, hogy tulajdonképpen az a költészet, ez ilyen kombinatorikai, matematikai kérdés, ilyen elemek cserélgetéséről van szó, és ezeknek minden elemnek, amit kicserélünk, van valamiféle jelentése, és azok így összekocognak egymással, meg ilyen szikráznak, nagyon furcsa dolgok lesznek belőle, ez nem hangzik ilyen idétlenül a valóságban, mint ahogy én most elmondom, csak egy kicsit felnőttesen mondom. Szóval a világ egy kopott szekér, ebben van kettő darab kicserélhető, több is van persze, de legyen kettő darab kicserélhető elem, van egy egyes halmaz, meg egy kettes halmaz, a kopott helyet kellene, hogy találjunk egy csomó két szótagos melléknevet. A kopott helyet mit lehetne be? Ne, a szekérre ne törődjünk semmivel. Milyen két szótagos mellékneveink van? Írjuk be, hogy lopott mondjuk. Egyes megtennék, hogy a papír tetején egyes. Királyság. Nagyon ügyes vagy. Hát figyelj, ne arra úr. Lopott mondjuk. Milyen? Két szótagos mellékneve. Mosott. Mosott. Nem kell, hogy imelj egyébként, de köszönöm, hogy imel. Mosott. Fosott az ágazat. Hogy mondja? Aztán meglátja egy versből, hogy a rohadt hogy az eddig mindenki tud meg egy őszikert. Na, szóval legyen akkor véres. Na, legyen véres. Fagyott. De bármilyen kép, lehet ez szín is, meg bármi. Pörgessük egy kicsit meg a kreativita. Igen, szőrös, meg mit mondtál? Nem. Szőrös? Szúros? Mind a kettő kéte. Szőrös, szúros. Szegény? Nagyon jó. Milyen? Színes. Nagyon jó. Részeg. Büdös. Nem kell csupasz egy költészet, az nem csak, hogy innyom-minnyom ki pillanatok, mit petkednek a kiki virágokon, szóval nem ez a költészet, ez... Igen? Csökött. Igen? Csökött. Csökött. Nagyon jó, csökött. Páros. Igen? Páros. Páros, azt hittem káros. Az is jó. Páros legyen, vagy káros? Legyen káros. Káros. Legyen káros. Mennyink van? Van már egy jó darab, ugye? Ah, szuper! Akkor második halmaz, akkor egy új papírt vegyél, és arra kettest a tetejére, ugye a szekér. Ehelyett két szótagos főneveket kéne. Hogy? Nyugodtan. Nem kapuja, van ilyet hallottam, de... Város. Legény. Páros. Város, legény, kapu, nagyon jó. Tenyér. Kenyér. Húha, igen, lassan, igen, megértem. Szegény író, írnokunkat, legény, kenyér, egér,
Igen? Na, milyen, milyen két szótagos van? Garázs, kutya, lapát, kutya, lapát, micsoda? Tebe. Kutya, lapát, tebe, voltak a szegény. Disznó, kutya, lapát, tebe, disznó, cica, kutya, lapát, tebe, disznó, cica, minden megvan. Kecske, disznó, cica, kecske. Nagyon emlékszik áll a kertében. Nem baj. Legyen egy motor. Mentő? Mentő. Királyság, nagyon jó. Majom. Mentő. Rendőr. Na ez az utolsó. Lépünk a harmadik halmazra. Haladnak, de nem messze ér. Egy hármasos papírt kérünk szépen. Haladnak, ugye ez lesz a következő. Ilyen három szótagos, tehát olyan igéket kérünk, aminek van a végén egy ilyen feltételes rag. Ezt csinálna, azt csinálna. Ugye a haladna, ez például a szaladna, de mondom, megint nem kell rímelni. Írjuk le, hogy szaladna. Elmenne. Maradna, legyen maradna. Ehetne. Ugatna, ha már ennyi állatunk van. Faragna. Faragna? Faragna, az is jó. Haradna. Nem tudom, mennyire tudod, hogy bírod a tempót. Faragna, haradna. Csókolna. Csókolna. Hoppá. Rohanna. Dobálna, az nagyon jó. Kapálna. Pével. Kapálna. Dobálna, kapálna. Még miért? Hol tartunk? Mert már meg van mit? Még valami? Szeretne. Szeretne. Akkor legyen egy, mit tudom én, gyilkolna is nem. Jó? Gyilkolna, ez az utolsó. A hármas halmaz, és akkor lesz egy négyes halmazunk. Ez lesz a legszabadabb halmaz, itt már mindenki ellenezheti magát. Mert, tudom én, harapta, gyilkolna, dö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 d
Akár itt ez lehet egy ige, lehet ugye a messze ér, az ugye a határozó plusz ige, lehet egy ige, lehet egy melléknév, itt amely harapta, de nem kellemes, vagy itt felírhatjuk, hogy kellemes. Lehet harapta, de nem szemetes, mondjuk például, lehet írjuk fel szemetest is, lehet főnév, melléknév és lehet ige is. Lehet, mint tudom, denevér, ha már az egy volt egér, akkor legyen rímeljünk denevér. Három szótagos, főnév, melléknév vagy tűzoltó, nagyon jó. Nem esne el, mondjuk esne el, azt is föl lehet írni. Halna meg, igen. Nem kínai, nagyon kínai, az is nagyon jó. Na, még három szótagos bármi. Markoló mondjuk például. Parkoló az Isten, legyen markoló is, parkoló is. Pikoló is. Gigoló, nagyon jó. Gigoló. Az az ilyen, nem? Nem azt mondtam? Tényleg. Vagy zsiguli? Lehet egy zsiguli is. Tulipán vagy tulipán? Legyen egy tulipán is, meg huligán is, és akkor vége. Na, jó? Most viszont kellene tényleg négy bátor ember, lehet, hogy akkor itt a négy színjátszó hölgyet így kiragadunk már, hogy ezt a tökéletlenkedést, bocsánat, tekezzük előről, innentől fölfele ide. Köszönjük szépen. Szuper. Nagyon egyszerű lesz a feladat, ahhoz képest, amit eddig végrehajtottatok mindenképpen. Úgyhogy nagyon szépen szavaztatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a irodák azt, illetve majd még elhangzanak azt, amíg leírnak, jó? Nem, most az következik, hogy ne versek fognak létrejönni, kétsoros vers részletek fognak létrejönni. Egyes halmaz, kettes halmaz, hármas halmaz, ez ugye nagyon szépen. Néha el lehet olvasni. És a feladat, ja, a tollat adjam vissza, igen. Minden apró részletre. Én sem figyeltem. Hogy nem csak, ne csak írjon, de még toll is legyen nálam. Kapok egy kis zsinót, köszönöm szépen. És a következő lesz,
hogy jegyezzetek meg mindannyian teljesen találomra egy szót ezek közül. Jó? Hát nem. És akkor szépen, szépen mondjuk végig a verset, tehát az adott. A világ egy. Véres. Majom. Maradna. De nem. De nevél. A világ egy véres majom, maradna, de nem, de nevél. Ugye a költő azt mondja, hogy nem rossz, nem rossz, de lehet, hogy lesz jobb. Még egy szót találnak. Mindenki. A világ egy. Részeg. Legény. Elmenne. De nem. Tulipán. Ez már jó, mert ez többféleképp értelmezhető, a világ egy részeg legény, elmenne, de nem tulipán. És akkor gondoljunk arra, hogy a népdalokban a tulipánnak a szimbolika. Szupa szépesség. Akkor még egyet kérünk szépen. Megvan. A világ egy. Páros. Kecske. Csokolna. De nem. Szemetes. A világ egy páros kecske, csókolna, de nem szemetes. Itt aranyán. Itt már kezdődik a költészet megszületni, azért érzitek a hatalmát, az erejét. Na még egyet próbáljuk utoljára, és aztán már következik a nagy taps minden résztvevőnek. Megvan szó? A világ egy. Lopon. Cica. Harapna. De nem. Markoló. Nagy tapsot mindenkinek.